Na hát akkor sziasztok, akkor ismét gameplayezünk, megint Imperium Galactica. Megint visszatöltés nélkül, de most Shinadi. Ez egy picit nehezebb, hát még... Picit nehezebb lesz, de még mindig kevésbé nehezebb, mint amit ha emberekkel csinálnám. Hát legalább ugye a Shinadikra ellen ugye lehet kémkedni, viszont nekik az a bónuszuk, hogy a kémkedésük az dupla olyan hatékony, mint mindenki másé, plusz tudnak kereskedni is egész jól. És a kereskedelemből dupla bevételük van, úgyhogy velük érdemes kereskedni. Nézzétek meg, egyébként nagyon genyák a Shinadik. Csak nézzétek meg ezt a bevezető intrót. Most ideg meghagyom, mert egyébként ezt átugranám, mert sokszor láttam már. Ó, tanácsadó, már vártanak. Meg kell beszélnünk valamit. Egy kereskedő jelentkezett. Úgy vélem, kísérleten akar kérni tőlük. Mit gondolsz? A szokásos üzlet. Meg lehet. Lássuk, mi mondani valója van. Üdvözlöm a Shinarik nemes uralkodóját. Pár nap múlva fontos értszállítmányt indítok az Epsilon 5 felé. Szükségem lenne a barátaim támogatására. Általában az egyszerű kereskedelmi biztosítás is elég. Kivéve, ha nagy értékű rakományból van szó. Annyira azért értékes, hogy aggódjunk érte. Jó, ismeri az árainkat. Úgy vélem, elég lesz, ha 5 vadászt küldünk önnek. Hamarosan csatlakoznak önhöz. Köszönöm, uralkodó. Ahogy gondoltam, biztos, hogy értékesebb az áruja, mint amit beszeretne vallani. Hívd Bolmárgon a Kamusz Eszert. A Shinari kíséretünk nagyon csöndes. Mit gondol egyes vezér? Hé, hova mennek? Itt, a kísérlet itt hagyok mindjárt! Mögöttem van, nem tudom leállni! Mindenütt ott vannak! Sokkal többen vannak! Bedobom a rakományt! Nem tudom lerázni! Hívjon segítséget! Persze, hogy lenyúlták a rakományt. Genyák egyébként, nagyon a Shinarik. Gratulálok a sikeréhez, Shinari uralkodó. Ön bizonyult legravaszabbnak a kereskedelem, diplomácia és kémkedés terén. Mostantól a feladat a birodalmunk profitjának növelése. Hosszú évszázadok tapasztalata bizonyítja, hogy erre két ellenségeskedő fél háborúinak kihasználása a legalkalmasabb. Egyik kémet elküldöm kémelhállításra, az induló. Van űrkikötőnk. Bizony építeni kell egy kereskedelmi központot is. Kilövöm a gyárat, meg a kutatólabort, akkor kettőt is tudok működtetni, tehát kettőt építünk. Mert az 40 ezer, hogyha valaki erre mászik. Maximum kicsit lassabb lesz a fejlődésünk. És ilyen milyen ember nem tölti mentés vissza, ezért egy perc kimehetsz, melyiket kolonizáljuk először. Mondjuk ezt. Vadászokat gyorsan adjuk, viszont lehet olyan játékkezdés, hogy szinte egy ismeretlen űrhajókkal jön, tehát... Építünk 3 űrvédelmi ágyút is. Vagy hát 4-et, hogy biztosan meg tudjam fogni. És valószínűleg majd fog kelleni tank is. Azt remélhetőleg majd tudunk venni. Mondjuk ágyú tornyos tankot.
Nem, rossz 200 és 150. Azzal nem jártunk rosszul. Építünk egy kolonizálót. Hát labolt. Ja, az űrkikötőt meg nem szabad kikapcsolni. Mert ugye úgy a puszta léte az vonzza a kereskedőket. Na most vagy kalózbolygót kell elfoglalni először, vagy ismeretlen űrhajók jönnek. Hát, igen, hát ha lesz még jobb kém is. Mert itt érdemes kicsit egyébként jobban foglalkozni a kémekkel. Majd előbb-utóbb szerezni kéne egy támadót is. Amit azonnal mondjuk elkezdjük a beszivárgását fejleszteni. Igazából semmi más, nem csak azt. Vagy amúgy lehet, hogy a kereskedelmi liga fog be jelentkezni, hogy olcsón vegyünk tőlük tangjár, vagy tankot, vagy űrhajót akarnak tőlünk. Na nézzük, hogy van-e valami érdekes, amit meg lehet venni. Az a baj, hogy mind gépágyús, olyan, ami nekem is van, tehát... Hogyha ágyútornyosat csinálnának, akkor az mindjárt jobb lenne. Tudom, esetleg építhetünk egy tankrobot is. Aha. Jönnek a csakargok. Jó, a négy űrvédelmi ágyú az elintézi őket. Hát azt nem így kellett volna csinálni. Bekapcsolódott a szimuláció. Igen, ez baj. Viszont elvesztettük az összes hajónkat. Ez így tré nagyon. Egy maradt csak, meg egy tankot is elvesztettünk. Hát ez így nagyon nem jó. És nem jön kereskedő, jöhetne ma igazán egy elfogy a pénzem. És hát nem tudok fejlődni se, hát ez így elég szart kezdés volt. Nagyon szart kezdés volt, csak egy pillanatra. Remélem, hogy akkor nem felejtettem el bekapcsolni a felvételt, kezd, van némi kételjem. De jó, megy, oké, megy, király. Azért ezt meg kellett nézni. Nagyon jó, legalább már két bolygón van. Na. Jó, akkor most egy darabig nem csinálunk semmit. Csak gyűjtögetünk. Még építünk még egy tanktagot, mert egyre úgyis a tankot tudunk fejleszteni, más nem. Amint lehet, építünk ide egy kereskedelmi központot is. Jó,
vagy meg, hogy oda mész? És nem a másikra? Oké, na téged viszont jól megadóztatunk. Na mi van, mi a baj? Ez működjön el mind a kettő. Addig, ameddig le nem száll. Na, ez az. Már is van pénzünk. Na jó, akkor belőle támadókém lesz. Elküldjük egy nagy kiképzésre. Aha. Most jön az a része a dolgoknak, hogy 4 kerekes tank kell. Tehát most egy van eladó, azt megvesszük. Meg gyártunk még 3-at, és akkor azért sok pénzt fognak adni. De a szerencsénk van, akkor tudunk is venni. Aha. 4 kerekes tank, igen. Elfogadjuk. Hogy várjál, lehet, meg is lehet venni. Ezt azért próbáljuk ki, hogy hát ha így is megvan, és akkor nem kell gyártani. Aha, király. Hát ez most annyit jelent ilyenkor, hogy most, hát az a baj, már csak egy hajón van így, azt nem adhatom el. De amúgy el kéne. Viszont még tankokat gyártatunk. Bár sokat nem adnak érte. Egy-egy álltunk csak. Hát, ez ilyen keveset ér ez a tank. Hát nem, azért nem éri meg. Vagy legalább lesz egy profi támadó kémem, az mindig jól jön.
aztán meg majd utána már űrhajókat fejlesztünk. Persze, először még szerintem a lézerágyút kifejlesztem, hogyha valaki esetleg felfedez. Akkor az ne okozzon gondot. Ja, nem épült még föl. Na nézzük. Hát nem vesszük föl. Minden olcsó János kémet nem vehetünk föl. Csak addig is fejlesztem valamit. Szerintem már érdemes lenne inkább űrhajót gyártani. Ennek még egy kolonizálót. Nem vesszük fel. Fejleszt. Na nézzük. Ki? Be. Vagy a darabig most ne fejlesz. Ameddig a kolonizálót le nem gyártod. Na oda nem jössz, oda nem jössz, nem baj. Akkor majd itt leszel megadóztatva. Adjunk egy picit a harccal is. Védekező kémnél nem állt, hogyha azzal is jól áll. Oké. Gyere. Így már van pénz fejleszteni. Hát igen, itt még nincs annyi. Viszont így meg lesz. Viszont ez 200%-os, ide érdemes gyárat tenni. És amint lesz annyi ember, hogy itt is be tudjam kapcsolni. Errefele kolonizálunk, akkor biztos nem fedeznek fel. Csak
amint lehet ide. Hat lánc talpas tank. Jó, egy elebeszivárgásra adunk itt mindent. Hogy nagyon erős támadó kém legyen. És őt meg fölvesszük, mert ő már egész jó. És egy gyere menjen kém elhárításra. Mert úgy is fejlődik, igaz, hogy, hogy évente csak 3 pontot kap, de egyébként elég az. Építhetünk, mondja, egy, meg még két bolygót, na ez az. Szépen, igen, és ráadásul csak 10 000-be fáj egy ilyet építeni. Úgyhogy behozza az árát mindenképpen. A 2-es szintűt nem veszünk fel. Kém központ, jó, az megépíti. És előbb-utóbb meg lesz. Ó, de jó fele jössz. Ez az. Nem. Zsoldosokat meg nem veszünk fel. Most még tankszállításra se tudnám őket használni, mert nagyon másra amúgy se jók. Ezzel a bolygóvédelem megvan. Tehát 3 űrhajókutató központ az mehet. Jaj, csak az előbbi nem megy. Úgyhogy most már ideje űrhajókat is fejleszteni. Hogyha már van korvett, az jó, mert akkor arra már lehet paralizálót tenni. Itt nagyjából ez a csoda fegyver. Gyártunk egyel többet, és akkor mi csináltunk egy kolonizálót is. Nem csinálunk. Ide építünk egy űrhajógyárat is. És hát is a tankgyárakat befejeztük akkor. Akkor még erre nem, azon van. Azon is van. Meg azon is van. Oké, akkor most az lesz, hogy még ott. Oda még épített 2 király. Tehát van, azt mondja, hogy most hogy állunk? Van 4 űrhajó járunk. Hát igen, 210-es viszont csak 50-es.
vagy jól állunk. Felveszünk egyet a flottába is. Meg lesz egy a másik bolygóra is. Hoppá. Hát igen, mert itt is az kéne, hogyha kém, hogyha elfogunk egy kémet, akkor szintén menteni kéne előtte. Szökés közben megöltök. Jó, az még a jó eset. Viszont elvileg akkor most már tudnánk támadni, nem? Mondjuk bolygóinfót szerezni az Antaditól. És van egy 6-os, egy 5-ös, meg egy 4-es szintünk, úgyhogy... Most átállunk az űrhajó fejlesztésre. De ez még mindig nem elég ahhoz, hogy működjön. Viszont egyet építünk majd ide is. Gyere! Ez mit tud? Nem küldjük most kiképzésre, mert nincs rá pénz. Csak 4-es szintű. Akkor nem vesszük föl. Az direkt jó, hogy jössz. Gyorsan gyártunk egy korvettet. Ja tényleg, meg kaptunk valami hajótervet is. Na. Jó kis 60 ezeres bevétel.
Oké. És közben fejlesztünk is. Így sem működik. Bassza meg. Nem jó. Nine. Akkor abban a bolygóban jutott a végig. Nem lesz bevétel. Na nem. Hát ez nagyon gyenge. Adunk be kicsit a kém elhárítására, és az legyen jó. Most nem érjük az Antadejt, alapig még nem támad meg, és akkor... Nem lesz ezzel gond, hogy nem vagyunk elég gyorsak. Most viszont a kicsit tuningolhatjuk a kémeinket. Ezt mondjuk elküldjük ötösre. Hogy nagyon jó védekező kém legyen belőle. Csak közben az órát is nézem, mert... Ja, este program van, aztán azt nem lenne jó elkésni. Kincses térkép. Hát, Tarantol bolygóból még egyet se láttunk. És azért nem fogok itt kutakodni. De meg az Antali közel van. Tehát először ők fognak jönni. Ez egy 150%-os, akkor az legalább gyorsan fog növekedni. Oké, na nézi magába szívta a tudást. Hát ez még nem ő. Pitty, jó. Hát mondjuk 6-osnál rosszabbat nem veszünk föl. És akkor nem most így, ha jól gyárt ki, tank gyárt be. És gyártson még le kettőt. Hoppá, na az aulok. Ja, igen, hát őket meg lehet menteni.
Ugye a kalahánáknél csak ledombolják őket. Aztán majd később lesz ebből baj. Keresünk egy... Hát ott találok egy üres bolygót, ahova le tudom őket pakolni. És akkor lesz egy olcsó kolonizálásom. Na, az jó lesz. Jó, akkor most egyenlőre. Gyártsuk nehéz korvettet. Csak ugye elfogyott a pénz. Na, már megjött a mentőülhajó. Ilyen sokba kerül. Hát akkor fix, hogy nem gyártok még egyet, dobbanjanak fel ott, ahol vannak. Ezzel kurvasak ahhoz, hogy összelakjak még egyet. Esetleg, na, akkor próbáljuk. Az én is nekem pénzem. Amikor olcsón lehet kolonizálni, az annyi előnye azért van. Jó, hát majd, ha erre jár, akkor elkapjuk, hát most annyira ráél. Na menj. Szerintem ebben a tigrébe oda fog érni. Igen, megvan. Aha, és akkor még megkaptuk a másik bolygóját is, ami megmaradt. Egyel akkor lesz egy fullos korvettünk, meg egy rombolónk. Hát van egy alapbolygónk.
mindegy, hát űrhajó labort, azt lehet rátenni. Meg kereskedelmi központot is. Oké, okay, letesszük. Oda is rakunk egy kereskedelmi központot. Na, így már egész jók vagyunk. Na most a hajtóműveket, mert különben az Antalik meg fognak fingatni. Na. Jó, hát 10 000 kredit él simán. Még jó fele fog járni. Na, az Iberondoknak annyi. Kicsit felgyorsultunk. És a cirke oda már aztán lehet hajómanipulátort tenni, úgyhogy akkor már jók vagyunk. Mondjuk az meg nem a harci számítógép, meg a fegyverzavaró az még előtte kell. Nehogy meg fingasson. Szerencsére azért a gépi elefek nem szokták írtani a kereskedőket. Úgyhogy... ezzel nem lesz gondunk. Aha, a godanok megvannak.
kérdés, hogy milyen van még vajon nekik. Na ugye, nekem a Corvette, már mondjuk tudok tenni a Corvette paralizálót. Azzal tudok lőni nekik. Torpedoik ellen van ECM-em és van pajzsom is. Meg nehéz lézelem. Azzal már lehet érdemes nekik menni. Viszont van egy erős beszivárgósom. Úgyhogy ezt esetleg érdemes lehet elküldeni bolygóinfóra. A több bolygója van. Oké, okay, visszajött. Na még egyszer. Majd kell a kém műhold is. Jó, akkor egy ilyennek üldjük el. Viszont fejlesztjük ki a kém műholdat. Ez például ez egy nem védett bolygó. Ez sem védett, nincs rajta tank. Mindegy, ott adjuk a tankot, nem tudja visszafoglalni. Na, ez például egy egész erős kém, ezt érdemes felvenni. Király. Akkor cirkálót viszont már gyártunk. Cirkálót bizony, hogy gyártunk egyet. Védelmi ágyúja, csak ugye. Nincs jó. Jó, még csak ágyú tornya van, akkor az jó, mert nekem lőtávnövelőm is lézelt azon. Hagyom a tankot, akkor nem tudja visszafoglalni.
Aha, nagy lakóépület megvan. Oké. Lőj rá. Boom. Legalább elfogynak a tankjai. Most kéne a lebegtetőt kifejleszteni. Aha, megvannak a helyen is, jó van. Az új pozícióra!
Na hol az Antali? Antali mit akar? Reguna, akkor onnan hozzájuk, viszont kell a fegyverzavaró. Menjünk, nézzük meg ezt a szerencsétlent. Milyen van neki? Ó, sima ügy. Sima ügy, mert valószínűleg nincs lebegtetője. Ide nem tud feljönni, és a lőtávom nagyobb még így is. Lőjed már! Mennyi már, te észlény! Föl a hegyre. Ide úgyse bír feljönni.
így már jó, de nem tud feljönni. Hát belenge a tűzszünetbe. Hát akkor nem. Hogy már a kurva anyád. Kurva anyádat. Van. És ráadásul az egyik már hadilokkant. Hajj már egyet oda neki, a kurva anyádat! Hú, ez meleg volt. Ó, hogy a jó édes kurva anyádat! Volt a legelső. Csak egy tank volt. Jó, a toló ennek annyi. Milyen kémelhárítás van te, hogy ez így sikerült neki? Hát pedig a kémkedés terén a legjobbak vagyunk. Megint. Ja, próbálkozik újra. Az új pozíciót,
Nem áll! Nem menj oda le! Nem, az esély az összejön. Pedig ezután tudja, hogy elfogyna a tankja. Hú, ez meleg volt. Ez nagyon meleg volt. De mégis sikerült, most viszont már ugye sok tanka nem maradhat, hogy megint feltöltse a flottát. Na ez az. Kurva anyádat, lőj már oda egyet, ez az, menjél! Ellenség felismerve! Parancsára! Engedelmeskedem!
engedelmeskedett. Megértettem. Célpont nem érve. Támadásra felkészülni. Ellenség felismerve. Értettem a parancsát. Indulunk az új pozícióra. Megértettem. Ellenség felismerve. Ellenség felismerve. Célpont kiválasztva. Támadás ellenség készülni. Indulás. Értettem a parancsot. Indulás. Értettem a parancsot. Indulás. Értettem. Indulás. Igen, uram. Célpont kiválasztva. Értettem a parancsot. Indulás. Indulunk. Célpont kiválasztva. Értettem a parancsot. Célpont kiválasztva. Ellenség felismerve, ellenség felismerve, támadásra felkészülni, célpont kiválasztva, célpont elérve, célpont támadásra felkészülni, célpont elérve, támadásra felkészülni, ellenség felismerve, célpont kiválasztva, célpont kiválasztva, parancsára, ellenség felismerve, célpont kiválasztva. Indulás! Csúnya volt! Megértettem. Célpont nem érve. Indulunk az új pozícióra. Támadásra felkészülni. Célpont nem érve. A célpont kiválasztva. Ellenség elpusztítva. Oké, most már csak a kutatóközpontokat kell szétlőni. Fel kellett volna tenni a lőtávnövelőt. Lőj már rá a kurva anyád! Oké. Ne a kurva anyád! Thank you.
Jó, csak némi technikai szünet volt. Jaj. Aj, a kurva anyádat, hogy minden lefele esik itt. Na, bassza meg. Nem csak az Antadik szivatnak, hanem a gravitáció is. Na, mi rá? Oké. Igen, csak egy van. Amelyik lánctalpas. Oké, meg vagy. Csak meg kell várni, még visszaél. A főfosztálmia. Kéne még egy pár tanklapból. Hogy a kurva anyádat melyik kémkedik állandóan.
szükséges flottát ízlelni. Na nem áll, hogy már megint. Na ilyen az csak, na most már igen, most már elfogytak a tankjai. Most már nem tud hozni annyit. Nézzük. Le tudom megnyomni a flottáját. Ó, torpedózik, ECM. Hajó manipulátor, azaz szétlevi saját magát. Két cirkálóval már azért szét lehet kapni. Antalinak is elfogytak már a tankjai. Ezek az én űrvédelmi ágyúim. De ilyen szinten már nem ér semmit. Várom a parancsát! Megközelítési vektor beállítva! A parancsa!
instrukciói üzenetet érkezett. Na. Helyes. Akkor nézi meg, nem támadási szerződésünk van, az azt jelenti, hogy azt is látjuk, hogy mi az, amit kifejlesztett. Kiadta. Jó. Akkor most vásároljunk be. Milyen van még, ami nekem kellhet. Kombináltad oda az, oké. Folytassuk, igen, folytassuk. Kombinált radarral már látjuk az ellenséges flotta összetételét is. Meg nyilván a nagyobb a hatótávja is. Az a baj, hogy mása nincs. Na. Egyet elfogott. Na. És nem is egy rossz kém. Egyébként a szabotálásokat meg ki lehet növíteni szintén mentéssel. Azért picit többen vagytok. Ameddig a lézert olyat vagy a lebegtetőt nem fejleszték ki, addig nincs baj. Ugye most már van antigravitációsom is, úgyhogy most már... Sem, hogy be tudok neki fűteni. Az antigravitációssal is, hogyha itt nem. Yeah.
kurva anyád! Oké, majd hogyha ezzel meg lesz. És akkor most elfogadjuk a tűzszünetet. Azt meg már kiszedjük felőle. Ez az. Meg a kurva anyátokat. Na, gyerünk, nézzük. Parancsot!
Na jó, hát ennyi volt, akkor a flottáját meg tudtuk semmisíteni. Hogy áll. Hát van, tovább négy, na. Nézd meg! És innestől kezdve pedig meg a tankot fogsz játszani. Na, nézzük, mit talált. Hát azzal aztán tényleg kurva sokra megyek. Kinyírjuk! Ó, imádok, amikor csak rakétás erőd van. Nekem meg már fejlett tankjaim vannak.
Adok én neki. Jelentkezem! Készen állunk az új pozícióra, ura! Célpont kiválasztva! Engedelmeskedem! Én tettem! Várom a parancsát! Engedelmeskedem! Indulás! Sőt az új pozícióra! Engedelmeskedem! Célpont kiválasztva! Indulás! Én tettem a parancsát! Indulás! Elsősült az ellenség! Na most már van ilyen tornyos, meg a tank is egy. Ugye két ilyen tornyos meg a tankkal, már azért egész jók vagyunk. Na, megvan a kém. Oké, feldobbantotta a dadalt, az jó. Ez az. Gyere, lőj rá! Neked mindjárt. Azt hitted mi, hogy... Oké, most már csak menni kell. És meg kell nézni, hogy van-e.
Na, ez ennyi volt. Ez nem volt valami nehéz. Adjuk vissza, annyit nem ér. A kurva anyádat. Na. Ezek elég drágák, úgyhogy ezeket érdemes volt megcsinálni. Harcértékű kb. Nulla, viszont jó pénzért el lehet őket adni. Cínyeim. Haha, ugye? Békülnétek mi, hogy már itt fasolva se vagytok? Oké. Antalinak annyi. Na most legyobjuk az embert, még mielőtt nagy baj lenne. És szerencsére a zacskó professzort nem kellett keresgélni. Na nézzük, mivel élünk. Ah, szóval paralizálója már van. De csak egy. Ah.
Látom, és pont egy cirkáló ment el. Nem sok korvettje van, szerencsére. Oké, megy ez. Flotta megsemmisítése. Na né, jó, oké, akkor lassan abba is kéne hagyni. Van egy nehéz korvettje. Azt le kell manipuláltadoznunk. Ja igen, itt Sinariknál is tudvó lézer. Kurva sok vadásza van. De előbb-utóbb lesz nehéz cirka, ha most akkor meg már tényleg nem sok esélye van. Azok az erősebbek mindennél. Célpont kiválasztva! Készen állok! Én tettem a parancsot!
Egészség azonosítva. Átállás az új pozíció. Magasság bevérve. Indulás az új pozíció. Felkészül. Indulás. Elfoglalták a bolygót. Parancsolok, engedelmeskedem. Engedelmeskedem. Értem. Engedelmeskedem. Megértem. Indulunk. Szeretett ilyen gyorsan hajót. Elfoglaltál egy... A parancsot! Én tettem a parancsot! Parancsol! Indulás az új pozícióra! Igen? Ellenség azonosítva! Készen állok! Ellenség felismerve! Tűz alá vettek! Ez csak egy óra parancsára! Mentsére! Azért elődből még olyan jól nem áll. Igen, uram! Innestől kezdve nehezebb gyártasz. Hát oké, ennek ez mindjárt. Ellenség felismerve! Várom a parancsát! Támadásra felkészülni! Támadásra felkészülni! Kicsit megritkítottuk a bolygóit. Mindig so- több van neki, ezt nem szabad hagyni. Elfoglaltál egy bolygót. Igen? Indulás az új pozíció! Magasság bevérve! Egy csillaghajó megsemmisül. Várom a parancsát! Ó, hogy a kurva anyádat, hogy kémkedsz. Azért. Kinyírok mindenkit a végén, majd maradjon csak a Krahen. És őket már legyőzöm, mert eredik nem lehet kémkedni. Igen, még csak a szélső két tornyával ér el, hogyha oldalról támadom. Úgyhogy ez még így is megy. Ez igen jóságban, azért az emberek is ott vannak a szelen. Igen, értem. Akkor a
Adok én neked a kurva anyádat. Most véged van. És közben a sebnak meg rendületlenül küldik a hajóikat. Már gyorsabban tudok gyártani szerintem, mint ahogy felrobbantani képes, úgyhogy már nincs nagy jelentősége, mit csinál. Ha fent hagyom ilyenkor a gyárakat, akkor nem az fogja támadni. Ugye mindig azt támadja, amin a gyár van. Mindig olyan bolygót szeret támadni, ami van gyár. Ha tud. Most itt abba is hagyjuk, mert most már lassan készülődni kell, úgyhogy most itt abba hagyjuk, de már egész jól állunk. Már nehéz cirkálunk is van, illetve már ki van fejleszve, gyártás alatt van. Úgyhogy még mindig csak maximum cirkálónál tart, de az se tudja olyan gyorsan gyártani. Krahánynak ellen meg majd kell a csatahajó is. De hát ha megúsztuk, hogy a Krahánynak kell, nem kell harcolni. Na. Valahol biztos van még bolygója. Valahonnan mindig elővadásol egy-két hajót, de nagyon gyorsan. Bevérve. Várom a magasság, bevérve. Várom a
Na jó, akkor itt most abba hagyjuk. Már jóval kevesebb bolygója van azért, az látszik. És akkor videó stop. Itt leáll. Na jó, sziasztok, akkor majd holnap folytatom. Akkor sziasztok, folytassuk a tegnap félbe maradt Medium Galacticát. Ugye ott tartottunk, hogyha jól emlékszem, hogy már cirkálóból legyártottam egy párat, már az emberekkel harcoltam, és már a nehéz cirkálót is kifejlesztettük. De mivel a Krahennek még élnek, valószínűleg ki kell fejlesztenünk a csatahajót is, hogy tudjunk ellene harcolni. Ezért nem szerették nagyon népességrobbanást csinálni. Jaj. Mi van itt? Jaj, igen, ez volt föllázítva, aztán kikapcsoltak mindent. Ez a gép az olyan észlény, hogy ezt csinálja. De most akkor itt csinálunk népességrobbanást, hogy itt lakjanak a legtöbben, mert lázadás szításkor általában azt veszi el, ahol a legtöbben vannak. Viszont legalább mindig kapom az ajándékokat, amiket el lehet adni. Aha, és igen, már van nehéz szirkálónk is, nagyon jó. És kifejlesztjük a csatahajót. Most van miből fejleszteni. Igen? Várom a parancsát! Én tettem a parancsot! Neki is van egy szirkálója van. A paralizáló se tudott feltöltődni. Nem baj, ugye nem töltünk mentést vissza. Viszont tankokból még csak a lánctalpas tanknál tart és lézert adonja, szóval az a megatankkal szemben nem sok esélye van. Hát, körülbelül mint a háromlábú sünnek a hadsávos autópályán. Na gyertek. Aztán majd lehet, hogy inkább én az ellátomot nekik fönn kéne tartani. Aha, jó, lepakolta a tankjait, nagyon jó. Tehát így már a flottája a bolygónkra veszélytelen. Ledakta a tankjait. Bum. Lőd szét. Jó, tehát most már innen már csak üldözni kell. Ameddig nem vesz föl tankot, addig a fölöttnek a szételen. Na, jön még egy ajándék. Úgyhogy ez tök jó, hogy ezeket el lehet adogatni. Valamiért valami sok pénzt, ilyenek egyébként harcba értéktelenek. Csak arra kell vigyázni, mindig, hogy ezt a bolygót ne lázítsák föl, mert sok tank van rajta, plusz ez a gyártó, és az egyetlen jelenleg. Úgy gondolja, hogy a nehéz szirkálóval ő már jobb. Hát csak gondolja. Hát. De azért van paralizálom, hogy
hogy adjak neki. Csatahajó meg azért kell majd a végén akkor ennek ellen, mert neki torpedójuk is van, meg hanvasztójuk is a végén is. Csak a csatahajó lehet egyszerre ICM-et is rakni a torpedók ellen, meg fegyverzavarót a hanvasztó ellen. Meg különben csak nagy túlerővel lehet legyőzni, mert ugye vagy ICM-et azt is akkor védekezel a torpedók ellen, de akkor szétkap a hanvasztóval, vagy fordítva, akkor meg a torpedókkal kap szét. Úgyhogy ez azért nem annyira egyszerű. Most minden esetre szétlőjük. Ja, van ez jó kis vadásznézet. Hogy ez egy vadász szemszögéből mutatja a csatát. Hát így viszont nagyon rángatja a kamerát. De szétkapjuk az összesen. Hát azért van neki még. Sőt, még kolonizál is. Ezek szerint még kolonizál is. Addig csak gépágyús elődje van, addig semmi probléma. Ezt négy meg a tankkal úgy szélcsapom, mint tankaliba szart. Esélye sincs. Ameddig nem operál lézeres meg nehéz elődökkel. Na. Rakd csak le a tankodat? Úgy van. És még az elég szépen gyártja itt a hajókat. Valahonnan mindig össze ezért talhál gyorsan egy-két hajót meg tankot. Úgyhogy azért van ott még neki tartaléka. Csak nem szabad neki. Na. Gyere, picinyen, most van pénzünk. Kinyírjuk, kész. Küldjük el birodalom infószerzésre. Legalább megtudjuk, hogy mi mindene van még. Igen? Hogy hány bolygója van ezen kívül. Aztán még az emberek vannak, a Krahannek, meg esetleg a Tolulenek. Meg a Godan, meg a Sheblon. De a Godan az tűzszünetes, ez lesz a főbolygója. Innen akart még tankot fölvenni. Ellenség felismerve! Ellenséggel szintva! Ellenség kivégezve!
Meghaltál egy bolygót. Várom a parancsot. És nagyon-nagyon akar a tankot fejleszteni. Ja, hogy még... Készen állok. Jelentkez, célpont kiválasztva. Támadásra felkészülni! Na, adjunk neki. Ez a jó kis azért programnak van ilyen hibája, hogy néha nem látszik a legutolsó épületek. És akkor bizony ilyen kell, hogy egy picit így. Na jó, oké. Jó. Na, mindig nem jött vissza. Célpont kiválasztva. A kémet vissza. Ó, még van 8 bolygója. Hát akkor még igencsak. Megvan a csatahajó? Megvan a csatahajó. Jelentkezem! Akkor most már az gyártsák. Jelentkezem! Na, hol lefele vannak neki még? Készen a közelítési reaktor beállítva! A parancsol! Na, már csak nehéz hold lett. Indulunk! Na, mi van? Igen, uram! Lőj ide! Igen, uram! Fakezűek vagytok! Készen állok! Ellenség! Kivégyezünk! Indulunk az új pozícióra, uram! Honnan szed össze ennyi vadászt? Indulunk az új pozícióra, uram! Addig nézzük meg kicsit jobban azért. Van egy 950-es tűzerejű... ...énkes... Tűzerő az 950, azért meg, és csak 101 HP. És ugye van nehéz nézni, igen, meg az impulzus kifejleszthetnénk. A gamma ágyú helyett is lehetne valami jobbat tenni rá. És akkor jobban menne. Hajó manipuláló az alap. Ezért utálom a vadászokat, főleg igazából semmi hasznuk nincsen még ilyenkor se. Most nem is kéne őket teljesen kiirtani, mert akkor le lehet végén paktálni a klahenekkel. Azzal meg sokkal jobban járunk. Legyen inkább az impulzus lézer, ezt nem lehet kifejleszteni. Mi kell hozzá, ami nekünk nincs. Óvajárok! Átálláshoz új koncepcióra! Engedelmeskedek! Induláshoz új pozícióra! Nem sikerült a kémet küldetése. Elhárító pajzson, de aztán ma tényleg senki nem ellenfél. Impulzus lézerünk meg már van, akkor meg miért nem tettük eddig föl? Na mindjárt adok én neki. Igen?
Ellenség felismerve! Várom a parancsát. Előbb-utóbb jönni fog majd a könyv testvériségés is. Boss, mert annak már kéne. Fejlesztjük ki akkor még a fejlett gyárakat. Jó, elfogadjuk. Ide adott 10 000 kreditél a lokalizációját az embereknek? Oké. Okay. Azért látom, még azért aktívan robbangatsz. Nem baj. Jöztem még az én utcámba. Ott is van egy bolygó, tök jó. Sok esélye nincs. Tehát azt mondja, hogy van 5. Így, amit ismerek, és akkor 6-7, és akkor nagyjából szerintem ennyi bolygója van. Egyet már meghagyunk neki. Baj. Lényeg az, hogy azt ne hagyjuk ennek a nagy eszűnek, hogy azt ne hagyjuk neki, hogy tankot vegyen föl bárhonnan, és akkor nem lesz itt baj. Ezt a 4-et még, vagy ezt, már csak 5 bolygója van, úgyhogy ezt az gyorsan lekapjuk. Így meg nem bír majd tankot fölvenni úgyse. Már nincs több bolygója. Ez elég sok tankot összeszedett így is. Bum. Szép, jól csináltad. Termelés nem előtt érdemes letenni, mert ugye az azért szépen beduplázza a dolgokat. Sebdonok már sok tüzet nem zavarnak ezzel a 3 bolygójukkal. A kémet visszatér. Jelentkezem.
Megvan. Elfoglaltál egy bolygót. Készen állok. Oké. Célpont bemérve. Nem jöttek közelebb. Várom a parancs. Célpont kiválasztva. Megértettem. Meg ez. Szépen így kéne a 10 vonalba. Csak nem egy nehéz tiltáló. Na nézzük, van nekem még egy csatahajója is, így ez, mert ez legalább már tényleg csatahajó. Mert sokszor azt mondja, hogy a csatahajója van, aztán közben csak a romboló. Fejlesztük ki azt is, most már mindegy. Nem még azért a Krahenről próbáljuk meg valamit kérni. Aha, jó, megkaptuk a lokalizációját, jó, már rendben. Aha, a Godannak is az a két bolygója van, csak kurva jó. Akkor a Godannokat mi lenyomjuk. Már van csatahajónk, ez az. Na milyen van? Hát nem sokat fejlődött. Ez olyan van. Ennyi volt az egész. Hát ez nem volt valami nagy flotta.
vektor beállítva! Na, hát ha van egy megsérült gémünk. Ezzel mit csináljunk? Diplomáciai üzenetet érkezik. Hm. Na nézzük, mit ad és mennyiért. Hát, sok értelme nincs vásárolni. Jó, legalább addig se támad. És 5-es szintű. Nem sikerült a kémet küldetés. Készen áll a zsákbe érve! Indulás az új pozícióra! Ez lesz a nagy. Parancsok! Na, ezzel már jó lesz. Nem sikerült a kéret küldetés. Megölték a kéret. Melyiket? Ja. Hát annak mindegy. Ilyen jó lelkémkedésbe. Vajon mikor adja már be azt, hogy kristályokat kell keresni? Sorry. Nem. Aha, na, igen, szeretni. Ja, ezért a kultámadás az ismerő, csak az, hogy azonnal el kell kapni, mert ha elér egy bolygót, az teljesen lepusztítja.
Nem sikerült a kémet küldetés. Na, meg vagy. Célpont bemérve! Ja, aha. Na nézzük, mit kell tudni a kulakról. Csak korvettjeik vannak. Ennyi. Kultámadásnak vége. Szórakozunk itt most már tovább velük. Várom a parancsot! Értek támadásra! Felkészülni! Két irodalom hadat üzen egymást. Várom a parancsot! Tűz a támadás! Ez szorítani! Támadásra felkészülni! Maximum lenyomjuk a kaheneket is, hát most már azért egész jók vagyunk. Kell a kémekkel se foglalkozni. Menjen mind kémelhárítás, aztán annyi. Seblonok meg a szövetségeseink. Új kém érkezett a központunkba. Most megjött a kristályos, de már mindegy. Mindegy, átsa meg a tankokat. Megtalálta a helyes eblonokat? Bizony megtalálta. Hiszen 14-es a sebességet, tehát 4-es hajtóművet már ismeri, viszont az 5-öset még nem. Valószínűleg nincs még hangvasztója. Jelentkezem!
Tehát, hogyha nincs még hambasztó sugada, akkor... akkor nem lesz, na, melyik a gyártól bolygó. A parancsa! Nem használ fegyverzavarót, de, de kell hozzá. Megközelítési vektor beállítva! Igen, indulás az új pozícióra! Óhajára! Megközelítési vektor beállítva! Így gyere. És akkor most neki esünk, és most véged lesz. Van egy, nem, egy szimulálás, meg még egy szimulálás. Készen állok! Csak egy picit felgyorsítsuk a dolgot. Indulás! Csak például ezen mi van. Nem van már ézelesed, így. Van a flotta. Várom a parancsát. Engedelmeskedem. Nem, akkor várjunk még egy kicsit. A parancsa a művelező hajtómű. Készen állok. Indulás az új pozícióra. Na, megy és legyakja azért. A seblont. Bizony. Jó, akkor a seblonoknak annyi. Viszont nekünk fog adat üzenni. Készen áll! Indulás az új pozíció! Indulás az új pozíció! Bizony. Akkor már csak mi maradtunk. A parancsok! Indulás! Igen, indulás! Jelen, óvajárom! Óvajárom! Ellenség, felindulás az új pozíció! Ó, nem sikerült. Jó, hát akkor továbbig ezt kell csinálni. Na nézzük, hogy sikerül-e. Lerohanás se legyen. Három hajóval mit tudok csinálni. Ejjjj, van már csata hajója. Thank you.
hová tűnt. Készen állok! Célpont bemérve! Jaj, eltűnt az összes flottám a francba. Zárót is. És így már van esélyünk. Már sokkal több van neki. Az saját magát nyírja ki. Most is szépen sikerült szétkapni. Az melyik, ja? Az jó van. Várom a parancsát! Célpont kiválasztva! Indulás! Jelentkezem! Elfoglaltál egy bolygót. Készen állok! Támadásra felkészülni! Okay. Magasság bemérve! Magasság bemérve! Értettem! Elfoglaltál egy bolygót. Készen állok! Célpont bemérve! Oké, meg lesz ez. A parancsot! Értettem a parancsot! Értettem!
Megtettem a parancsot! Indulás az új pozíció! Átállás az új pozíció! Indulás! Célpont kiválasztva! Várom a parancsát! Célpont bemérve! A parancsok, engedelmeskedem! A parancsok, célpont bemérve! Adasság bemérve! Megy ez csak. Ameddig nincs tankja, addig úgyis veszélytelen a bolygóimra. Úgyhogy... Nem szabad hagyni, hogy tankot vegyen föl. És ameddig ezt tudom tartani... addig nagy baj nincs. Nyilván tankot próbál fölvenni valahonnan mindig. De ezt nem szabad neki megengedni. Addig meg is szépen módszeresen nyílom. Jajjaj. Most már úgy gondolja, hogy ő az erősebb. Mert most már nem előlem menekül, hanem megpróbál közelebb jönni. Se baj. Gyere. Na, na már csak csatahajói vannak. Na, zavarjuk mindet. Oké. Torpedók ellen védve vagyunk. Hogy még ilyen korát csinálni ide? Szépen kikapcsoljuk az összes fegyverét, és akkor nem fog lőni. Azt is elkapott a szemét. Úgy is van. Még azt is elfoglaljuk. Az idő most már nekünk dolgozik. Még akkor is, hogyha összeszed egy flottát megint. Biztos, hogy gyorsabb ütembe foglalok, mint ahogy ő tud. Készen állok! Célpont kiválasztva! Elfoglalták a
gyárba fele. Bum. Úgy kell neked. Na kis izé B-flottán is lenyomta. Ugye? Szeretnéd mi? Na most egyszer meg megmutatom, hogy mi lesz akkor, hogyha nem fogadom el. Igazából már semmi. Nem tud mit csinálni akkor se. Akkor adja már meg magát, amikor már ő is tudja, hogy semmi esélye. Ez lesz az utolsó. Ennyi. Na szóval így lehet a Sinarit megcsinálni visszatöltés nélkül. Ugye, volt benne néhány megszivatós dolog, de egyébként ment. Úgyhogy ennyi, sziasztok.